Provokációnak nevezte Deutsch Tamás, hogy a Jobbik konzervatívok elnöke részt vette az amerikai nagykövet zsidó húsvét alkalmából tartott fogadásán. A fideszes politikus szerint a nagykövet a meghívással legitimálta az antiszemita kijelentéseket. A stúdióban Gyöngyösi Márton. Hát ha itt voltak ezek a képek és Szakály Erzsébet kolléganőm ezzel vezette fel a beszélgetésünket, akkor maradjunk a kipánál is ennél a nagyköveti látogatásnál. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlő. Azért, ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy Gyöngyösi Mártonról készül egy fotó, kipában ül egy nagy társaság kellős közepén, hát szerintem ezt senki nem hitte volna el, lehet, hogy ön sem. Ez lehetséges, de azért a világ az mégiscsak változásból áll, és a pozitív irányú változásokat szerintem mindenkinek el kell ismerni. Ezt önmagában egy pozitív változásnak látja? Nézze, szerintem mindenféleképpen pozitív az, hogyha az ember kap egy meghívást a nagykövettől, az amerikai nagykövettől egy meghitt, zárt körű eseményre, akkor azt először is elfogadja, és számomra az európai konzervatív ember számára nincsen annál meghittebb és megható pillanat, mint amikor látja azt, hogy a zsidó-keresztény kultúrkörnek egy vallási közössége az együtt megvallja a hitét Isten és a közössége előtt. Én nagyon örülök, hogy ennek részese lehet. Ezek gyönyörű szavak, de mondjuk 10 évvel ezelőtt még a zsidók összeírását próbálta a parlamenten keresztül vinni, akkor nem beszélt így a zsidó-keresztény együttműködésről és hagyományokról. Erről a kérdés, ugye már nagyon sokat beszéltünk. Persze, csak ezek az események felhozzák. Igen, én nagyon örülök annak, hogy a Magyarországra akkreditált nagykövetek sokkal jobban látják a változást, és azt, hogy az én személyem, meg az a közösség, amit vezetek, az honnan indult, hol van most, és hova tart, mint mondjuk a magyar média, vagy a magyar politikai elit, amelyik ugye egy ilyen látogatást, vagy egy ilyen meghívásnak az elfogadását, az teljes megütközéssel fogad. Szerintem ezen érdemes lenne elgondolkodni, hogy Magyarországon, ahol azért, hát már elnézést, de mégiscsak elég sok mindenki leülhetne ebbe a székbe, akin számon lehetne kérni a változást. Például ma a köztévében meg kellett kérdeznem a riportert, hogy Orbán Viktor, akinek ide foglalt műsorideje van, őt hányszor szembesítették azzal, hogy hogyan jutott el az liberális internacionálétól az illiberalizmusig, illetve hogy hogyan jutott el a szabad piactól a bolsevik típusú ársapkákig. Ilyen típusú fölvetéseket még nem hallok, mint hogy a szocializmustól is nagyon sokan eljutottak a szociáldemokráciáig. Örülni kell, ebben hogyha jó változások van. A szellemi áramlatok, amiről beszél, meg egy antiszemita párthoz csatlakozott Hajdanában, az volt akkor a Jobbik, és ő nyilván tudta, hogy hova csatlakozik, amikor oda csatlakozott, ezért meglepő, hogy ott ül kipában. De hogyha úgy gondolja, hogy ez az ön változásának a legegyszerűbben megragadható tükre, akkor annak én örülök. Szerkesztő, én azt szeretném, hogyha engem személy szerint az alapján ítélnének meg, hogy pártelnökként ezt a közösséget milyen irányba vezetem. És nem az alapján, hogy mondjuk tizen akárhány évvel ezelőtt egy egyszerű pártkatonaként mondjuk mit mondtam és mit képviseltem. Nem volt pártkatona, szerintem országgyűlési képviselő volt, a pártkatonák azok a tagok. Hát egy országgyűlési képviselő és egy pártkatona, nem voltam a párt elnöke, nem voltam a párt elnökségének a tagja, most meg a pártnak az elnöke vagyok, és nagyon örülök annak, hogy egyre többen elismerik azt, hogy én személy szerint is, meg az a közösség, amit vezetek, az egy utat bejárva elérkezett oda, ahol most van. A pártnak az a neve, hogy Jobbik konzervatívok. Azt mondja a DK, hogy nagyon sokan csatlakoznak a Jobbikból hozzájuk. A Jobbik tagságából, szavazói közül mennek a DK irányába. Ez a Jobbik konzervatívok irány, ez eléggé puhának tűnik ahhoz képest, amit régen képviselt a Jobbik. Ugye akkor két irány marad, a Mi Hazánk, meg a DK, mondja az ember logikusan. Ezzel számoltak? Nézd, én először is nem tudom, hogy a DK-nak az ilyen típusú megállapításai mire alapozottak. Azt mondják kutatásokra. Jó, persze. Én is tudok ilyeneket mondani. Én azért úgy nem nagyon látom azt, hogy a Jobbikból olyan sokan távoznának a DK-ba. Biztos meg lehet nevezni, én egyszer miskolci képviselőt tudok, önkormányzati képviselőt, aki megtette ezt az utat, de ott is szerintem az is inkább a személyére szó. Ez egy nagy út?
Ezt tőle kéne megkérdezni, én nagyon nehezen látom, hogy hogy átjárható a kettő, de kétségtelen, hogy ilyenre is van példa. Tehát én egy ilyen példát például tudok mondani, de ha már kettőt kellene mondanom, akkor a másodiknál már nehéz gondolni. Jó, akkor ezt most hánytsuk le. Elég kemény a mai iránya a jobbik konzervatívoknak ahhoz, hogy vonzó legyen annak a közösségnek, amelyik hajdanában a jobbik szavazóköre volt? Szerkesztő úr, szerintem, hogyha valaki meghallgatja a február 25-i beszédemet, ahol a pártnak a brandváltása, a névváltását követően ugye a szélesebb nyilvánosság előtt elbeszéltem azt, hogy miről szól a konzervatív politika Magyarországon, mi az, ami konzervatív jobboldali politika, és mi az, ami nem, akkor szerintem Magyarországon elmondhatjuk azt, hogy ennek a pártnak küldetése van. Ez a párt jeleníti meg ma egyedül a nemzeti konzervatív politikát Magyarországon, mert hogyha valaki tényleg nemzeti konzervatív, polgári konzervatív politikára vágyik, és nem gondolja azt, hogy az, amit a Fidesz, vagy neután a szatellit pártja, a Mi Hazánk képvisel, az az. Nincs félelmetesen közel a jövő évi választás ahhoz, hogy ezek a változások, ezek lejussanak azokhoz, akiket meg kell szólítaniuk? Nem, egy év az hosszú idő. Hát ugye minden nézőpont kérdése, tehát egy év az, van akinek rövid és semmire sem elég, van akinek meg az oltári lehetőségeknek a hosszú időtartama. Mi szeretnénk egy nagyon erőteljes kampányt folytatni önkormányzati képviselők mellett, tehát a jobbik konzervatívoknak nagyon sok hozzáköthető polgármester jelöltje van, meg önkormányzati képviselője lesz, akiknek a támogatását pártként, de függetlenként támogatni fogja, és az európai parlamenti választásokra is nagyon világos üzenetünk van. Mi vagyunk ugyanis az egyetlen Európa barát konzervatív jobboldali párt ma Magyarországon. Ugye a Fidesz is nehéz helyzetben van ezzel az Európa barátsággal most. Hát az a nehéz helyzet. Mert hát Európára azt mondja, hogy igen az Európai Unióra, meg hát szintén egyébként. Hát Európára sem azt mondja, hogy igen, tehát azért ez a fajta hát orosz barát politika. Hát azt nem kérdőjelezte meg, hogy az európaiságunk adottság. Hát európai politikussal nem tudom, mikor találkozott utoljára Orbán Viktor, ázsiaival, meg közép-ázsiaival annál többet, ami nem probléma. Az uniós csúcsokon azért találkozik. Hát az uniós csúcsokon, hogyha kezet fognak vele, és az útjába akadnak, akkor találkozik. Ha már ezt viszont szóba hoztuk, egy mondat elég az Európai Unió és Magyarország kapcsolata, megint persze a pénz kérdése. A Navracsics Tibor féle megközelítés mindig ad nekünk 2-3 hónap reménykedést. Tehát tavaly nyár óta tudjuk, hogy majd tavaly ősszel, aztán évvégén, aztán most március 31-ével, de látszik, hogy most a nyár, és aztán lehet, hogy majd az ősz a következő időszak, amire hivatkozik. Mennyire látja reálisnak, hogy egyáltalán megérkeznek ezek a pénzek? Hogy hallja Brüsszelben? Hol tartanak ezek az ügyek? Én úgy látom, hogy ezek nem nagyon haladnak. Vannak tárgyalások, ugye Navracsics Tibor is nagyon finoman fogalmazott azzal a bizonyos nyárral kapcsolatban. Most nem tudom szó szerint felidézni, hogy mit mondott, de ez a nyáron tárgyalhatunk róla, hogy megérkezenek a pénzek. Tehát, hogy úgy nagyon finoman úgy van megfogalmazva, hogy ő nem a pénzek érkezésére tett határozott kijelentést, hanem arra, hogy nyáron most már majd tényleg beszélhetünk arról, hogy mikor érkeznek meg ezek a pénzek. Ő nincsen egyszerű helyzetben. Nyilván őt úgy, ő neki úgy kell kint tárgyalnia, hogy meghallgatja azokat a feltételeket, amivel Brüsszel elégedett, és azt mondja, hogy jó, a jogállamiság rendben van, a korrupció rendben van, az alapítványok, ahova politikusokat ültetnek be, az rendben van. De bárcsak ezt mondanák, de nem ezt mondják, hanem, hogy nincs rendben. És hát, még mindig nincs rendben. Azt mondják, hogy nincs rendben, és már bizonyos ugye olyan feltételeket szabnak, amire látszik, hogy a kormányzat részéről nincsen igazából. Ezek újabb és újabb feltételek? Mert a kormány mindig arra hivatkozik, hogy hát beszorítják őket egy újabb körbe. Hát itt ugye megy annak a körülírása, hogy milyen egy európai jogállam valójában. És itt a probléma azzal van, hogy ezt nem lehet taxatíve felsorolni. Magyarország a kormánynak köszönhetően elveszítette a bizalmát Brüsszelben. A bizalmat nagyon könnyű elveszíteni, annál nehezebb felépíteni. És igazából az a probléma, hogy nagyjából mindegy, hogy ez a kormány mit mond, a bizalmát Brüsszelnek nem tudja elnyerni. És éppen ezért szerintem
két irányba mennek ezek a tárgyalások, van egy bizonyos feltételrendszerről való alkudozás, és mellette Brüsszelbe várják azokat azt az irányváltást, ami hozzásegítheti Magyarországot ahhoz, hogy a bizalmat visszanyerve, visszatérve a jogállamiságnak és a demokratikus értékeknek a talapzatára újra egy szövetségesi partneri viszony alakulhasson ki az Európai Unió és Magyarország között, de jelen állás szerint Magyarország párja. Párja. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. A Jobbik Konzervatívok elnöke volt a vendégünk.